Ugye a címből nem lehet még kitalálni, hogy a megoldások azok mire vonatkoznak. Reméljük, az előadás végére kiderül. Úgy általában, ugye az életünk bármilyen területére nézünk, ott gondot látunk. Most nem a mi készülékünkben van a hiba, tényleg gondok vannak. Ugye én magam mezőgazdász végzettségű vagyok, tehát ha csak a mezőgazdaság gondjait nézzük, ugye a szántóföldjeink termőképessége évről évre bizonyíthatóan romlik. Köszönhetően ugye a gépi talajművelésnek, a műtrágyázásnak, az egyoldalú vetésszerkezetnek. Hogyha az élővizeinket nézzük, ugye egyre kevesebb ihatóvizet találunk. Hogyha a lakosságunk összetételét nézzük, hogyha jelképekben fogalmaznék, azt mondom, hogy egyre kevesebb a kábel fektető és egyre több a kábel felszedő hajlamú ember. Tehát ez azt jelenti, hogy mondom, az életnek szinte bármilyen területét nézzük, egy kivételével, vagy mindjárt kiderül, hogy mi az egy, szinte mindenhol lepusztulást látunk. Hát ez az egy, ahol nem lepusztulást, hanem fejlődést látunk, ez az elektronika. Most elektronika nélkül lehet élni, viszont az élet összes többi területe nélkül nem. Tehát gyakorlatilag az, hogy a korunkban az elektronika ilyen látványos fejlődést mutatott, az az élet összes többi területének a lepusztulásával járt együtt. Nézzük először a tömegélelmezés kérdését. Mi lenne akkor, hogyha hirtelen üzemanyagválság köszöntene be? Tehát ugye van-e Pilu Bece nevű zenész, nem tudom, valaki ismeri a nevét? Ugye van egy olyan zeneszáma, az a cím, hogy Keletről jövök. Na ebből a zeneszámból nekem egy sor ütötte meg nagyon a fülemet. Ugye az volt, hogy a szupermanager meg a high-tech szektor, de mit eszel majd akkor, ha nem indul a traktor? És amikor én beiratkoztam Gödöllőre, az Agrártudományi Egyetemre, akkor már akkor is foglalkoztatott engem ez a kérdés, hogy mit eszünk majd akkor, ha nem indul a traktor? Ugyanis ahhoz, hogy induljon a traktor, ahhoz az kell, hogy a kőolaj kitermelés, a kőolaj finomítás és a kőolaj szállítás, valamint ennek az elosztása, az zavartalanul folyjon. Bármi zavar következik ebben a rendszerben, gyakorlatilag a mezőgazdaságunk üzemanyag nélkül marad. Ugye az első világháborúban sem éltünk át olyat, a második világháborúban sem, hogy megművelhetetlenek lettek volna a földek. Ugye óriási véráldozattal járt mind a két világháború, mind a két világháborút vesztesként fejeztük be, nagyon csúnyán megzsarolt vesztesként, és megsarcolt vesztesként fejeztük be. A férfi lakosság jelentős része vagy meghalt, vagy munkaképtelenné vált, vagy elhurcolták. A gép állomány nagy részét szintén vagy elpusztította a háború, vagy a győztesek elhurcolták, és mégsem halt éhen az ország lakossága. Miért? Mert még megvolt az a régi tudás, hogy hogy lehet akár igásállatok nélkül is a szántóföldjeinkből élelmet kicsikarni. Ugye a Kárpátalján jártunk pár évvel ezelőtt, és ott elmesélte egy férfi, hogy a második világháború után a megtorlás részeként szinte a teljes magyar ajkú férfi lakosságot elhurcolták. És az állatállományt is elhurcolták. Ekkor ugye az anyák álltak be az eke elé, a gyerekek fogták az ekeszarvát, valamennyi mag azért volt a padláson, amit vetőmagnak lehetett használni, és így vagy úgy megkarcolták egy kicsit a talaj felszínét annyira, hogy azt a magot el lehessen vetni, és nem halt éhen a lakosság. Na, képzeljük el, mi lenne ma, hogyha a munkagépeink nem indulnának el. Ugye annak idején, akár az első, akár a második világháború után, még megvolt az a talajművelő eszközállomány, amit ugye állatokra terveztek. Hát ugye az állat és az ember között nincsen akkora erőbeli különbség, mint a munkagép és akár az állat, akár az ember között. Tehát ugye egy váltva forgató eke elé már nem lehet beállni csak úgy, ugye egy egész baranta csapat se tudná sikeresen elhúzni azt a váltva forgató ekét. Tehát lényeg az, hogy
hogy a mai talajművelő eszközöket nem tudnánk átalakítani arra, hogyha hirtelen válság van, akkor meg lehessen velük művelni a területet. De megoldás mindig van. Érdemes ebből kiindulni. Ugye a természet is mindenre kínál megoldást. Ha megnézzük, vannak olyan élőlények, amik hiányos tudásunk alapján egyszerűen nem értjük, hogy hogy nem pusztult még ki. Ugye itt vannak a csigák például. Hát szerencsétlen lassú is. Puha is. Most főleg a mesztelen csigákra gondolok. Hát hogy van az, hogy nem falja fel mindenféle élőlény? Hát azért, mert a lassúságát és a puhaságát valahogy ellensúlyozza. Ugye a Jóisten igazságos, akinek nem adott páncélt és nem adott gyors lábakat, annak ad egy olyan, mint a mesztelen csigának, ad egy olyan nyákát, amit nem szeretnek a ragadozó állatok. Na most ugyanaz, hogy bármilyen vesztes helyzetben is érezzük magunkat, mindig van megoldás, ezt ne felejtsük el, csak a megoldás nem biztos, hogy a megszokott úton keresendő. Tehát ha a tömegélelmezés válna hirtelen lehetetlenné, mert egyetlen hektár szántóföldet se tudnánk megművelni hirtelen üzemanyaghiány miatt, amit mondom, természeti csapás, polgárháború, világháború, bármi ilyen esemény előidézhet. Most ezek az események nem a mesekönyvek lapjaira tartoznak, ezek évszázadonként kétszer-háromszor elő szoktak fordulni. Tehát, hogyha váratlanul üzemanyag nélkül maradna a mezőgazdaságunk, akkor a lakosságnak még mindig van a birtokában rengeteg kerti szerszám, és kiskerti vetőmagok. Ilyenkor az a kérdés, hogy van-e olyan szervezett erő a településeken, aki képes felvállalni azt, hogy akkor a településnek a közvetlen környezetét megszálljuk, úgy is mondhatnánk, hogy városállamot hozunk létre, hogyha valaki a történelmi könyvekből akarja a fogalomkészletét meríteni. Tehát a település közvetlen környezetében lévő szántókat, erdőket és egyéb területeket elfoglalja a helyi lakosság, és művelésbe veszi a saját két kezével. Na most, hogy lehet nem elég művelni ezt a területet? Természetesen védeni is kell. Ez azt jelenti, hogy a tenyész időszakban, amikor számítani lehet arra, hogy portyázó emberek, akik nem gondoskodtak idejekorán a saját ellátásukról, azok szívesen összeszednek sok mindent. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan egész évben gondoskodni kell a művelt területek őrzéséről. Na most, mit lehet ebben az esetben csinálni? Hát jelen pillanatban hivatalosan nincs már olyan szervezett erő, aki ezt fel tudná vállalni. De nem hivatalosan, mindenhol a helyi emberek meg tudják szervezni, ha kell, kemping sátrakban kivonulnak oda az emberek, mint ahogy itt is ugye sokan sátoroznak, lehet egymást váltani, és a folyamatos emberi jelenlét a legjobb védelem. Nem a fegyverzeten múlik, hogy valaki a megtermelt javakat meg tudja védeni, hanem a jelenléten. Ugyanis azok az emberek, akik jelen pillanatban kábelfelszedőként címkézhetők, tehát a gyors termelőnek is nevezzük őket a nem hivatalos mezőgazdasági szóhasználatban, tehát ő nem vett, csak arat. Tehát a gyors termelőknek olyan a lelki alkata, hogy nem aszerint választják ki az áldozatot, hogy annak milyen az önvédelmi képessége, hanem hogy milyen az életkedve és az életereje. Ha megérzik rajta a gyengeséget, a lemondást, hogy lemond az élethez való jogáról és kötelességéről, akkor őt áldozatnak fogják tekinteni. Akkor is, ha erős. Ha valaki kíváncsi, hogy ezt honnan merítem, hát az élővilágból. Ugye a nagy ragadozók, például az oroszlánok, azok természetesen ugye csúcsragadozónak számítanak, tehát a hiéna számára, vagy akár a hiéna kutyák számára, ő nem zsákmányállat. Ugye az oroszlánoknál hím oroszlán gyakran már elhagyja a többit, és mogorva magányában egyedül tengeti még öreg napjait. Egész addig, amíg az életerő, az életkedv megvan benne, nem fogják kikezdeni a kisebb ragadozók. Hiába falkában járnak, és hiába le tudnák győzni akár a legerősebb, legéleterősebb oroszlánt is. De abban a pillanatban, ahogy belül valami megszakadt abban a nagy ragadozóban, abban a pillanatban, amikor ő már lemondott az életéről, megérzik rajta, és meg fogják támadni. Na, ugyanez van az emberi közösségekkel is. Nem a fegyverzeten múlik, hogyha valakik állványos géppuskával szerelték fel magukat, és azzal védik a krumplit a határban, de nincs már lelki erejük, és nem bíznak a jövőben, áldozatok lesznek. Ha valakinek nincsen ilyen fegyverzete,
de szilárdan bízik a jövőben, és nem akarja az életet kiengedni a keze közül. Az életet, amit ugye az előző előadásban hallhattuk, az életet azt kaptuk ajándékba azért, hogy továbbadjuk. Aki ezt a törvényt ezt betartja, ő nagy valószínűség szerint nem az áldozatok közé fog tartozni. Tehát ezért mondom, a legfontosabb erőforrást, amit válság esetén meg kell, legfontosabb erőforrásunk, amit válság esetén meg kell őriznünk, az nem az üzemanyag, nem az állványos géppuska, hanem a lelki erő, az élet szeretet. Tehát addig, amíg az élet ösztön működik bennünk, addig nagyon komoly esélyünk van a túlélésre, akármilyen körülmények is jönnek. Ugye, amikor én általános iskolás voltam és gimnazista voltam, akkor ugye a hidegháború árnyékában éltünk. Honvédelmi oktatás címén ugye megmutatták nekünk, hogy hány nukleáris töltete van az Egyesült Államoknak, mennyi van a Szovjetuniónak, és akkor az ember számolgathatta, hogy teljesen mindegy, hogy ki nyer, itt mindenki vesztes lesz, hát olyan radioaktív szennyezés lesz, amit nem lehet túlélni. De ez nem igaz. Ugye ez csak egy mesterséges világkép, amit belénk oltottak. Fogalmunk sincs, hogy milyen szintű radioaktív szennyezést lehet túlélni. Az, hogy erre vannak bizonyos határértékek, ezek a határértékek, ezek hasraütéses határértékek. Nem tudjuk, hogy mi a valóság. Viszont azt jó eséllyel sejthetjük, hogy azok az embercsoportok, akik nem mondanak le belül, lelkük mélyén nem mondanak le arról, hogy az élet fonalát tovább adják, azok túl fogják élni, akármicsoda szennyeződés jöhet, akármilyen rádióaktív vagy vegyi szennyeződés jöhet, azok az emberek túl fogják élni. Mire alapozom ezt? Csernobil környékén, ugye azt mondták, hogy ott olyan szennyeződés van, hogy azt a úgymond magasabb rendű élet nem bírja ki. Most itt már is gond van, nincs magasabb rendű élet és alacsonyabb rendű élet. Ez, ugye, amit a darwinizmus, nem Darwint bántom, ő egy tisztességes természettudós volt, ő leírta azt, hogy amit ő kitalált, az csak elmélet, és eddig, amit a régészek találtak, azok inkább cáfolják az elméletét, mint alátámasztják. Tehát Darwin tisztességes volt. A darwinisták már nem annyira tisztességesek. Tehát ők visszaéltek Darwin nevével. Darwin azt is leírta egyébként, hogyha fog találni a jövőben a tudomány olyan szerveket, amelyeknek a kialakulása nem magyarázható sok apró változás egymásra rakódásával, akkor az elmélete meg fog dőlni. Na most, ha Darwin ma élne, akkor valószínűleg ő lenne a legharcosabb antidarwinista. Tehát visszatérve, nem Darwint akarom kárhoztatni, ő tisztességes volt, a tudása a kor színvonalának megfelelő módon hozta ki belőle ezt az elméletet. Ugye az a szabadversenyes kapitalizmus korszaka volt, úgy is mondhatom, szabadversenyes kapitalizmus álmok futásának a korszaka volt. Amikor az volt a jelszó, hogy a nagyhal megeszi a kishalat, az erősebb legyőzi a gyengébet. Na most ez a szemlélet, ez borzasztóan hiányos szemlélet. Ugye a természetben nem az erősebb győzi le a gyengébet, a természetben minden az egyensúlyra törekszik. Az erős az igyekszik nem visszaélni az erejével, mert onnantól kezdve a saját ugye a legerősebb is függ a gyengéktől. Tehát, és hogyha jobban megnézzük, nagyobb összefüggésekben, mindig aki elsőre a legerősebbnek látszik, az a legsebezhetőbb, a leggyengébb. Hogyha és ugye a Darwin, hogy kevertem a darwinizmust ebbe a körbe, ugye a darwinizmus az megörökölte a zsidó világ szemléletből az élővilágnak ezt a tagozását, hogy van alacsonyabb rendű, meg magasabb rendű. Ugye a természeti népekről, ami fennmaradt antropológusok leírása alapján, a természeti népek nem osztályozták a világot alacsonyabb és magasabb rendűre. Hogyha a saját magyar hagyományunkat megnézzük, ott is a mellérendelés a jellemző. Nem alacsonyabb és magasabb rendű van, nem felettes és beosztott, van elöljáró és van neki követője, hogyha jó felé megy. Tehát az, hogyha az Ószövetségben megnézzük a Mózes 5 könyvét, ott az alá fölé rendeltség az nagyon kegyetlenül benne van. Na most a mózesi világszemléletnek ezt az alá felé rendelő szemléletét vette át a darwinizmus is. És a darwinizmust pedig átvette nagyon-nagyon sok minden azóta. Lényeg az, hogy az iskolában kimondatlanul is azt a hamis tudást csepegtették a gyerekeink fejébe, hogy
hogy vannak alacsonyabb rendű élőlények és magasabb rendű élőlények. És hogyha megnézzük, hogy a alacsonyabb rendű élőlényként tanítják a baktériumokat, a mohákat, az uzmókat, stb., már egy kicsit magasabb rendűek, ugye a páfrányok, még magasabb rendűek mondjuk a fenyők, aztán hát ugye mindennek a csúcsán ott vannak a pázsitfűfélék, a gabona és egyebek. Na most az állatvilágban pedig ugye kezdjük az egysejtűek, szivacsok, csalánozók, stb., és a végén eljutunk az emberhez, mint legmagasabb rendű élőlényhez. Borzasztó hamis ez a világszemlélet. Addig, amíg valaki ettől a világszemlélettől nem tud megszabadulni, addig nem fogja megtalálni a megoldást. Az ember a legkiszolgáltatottabb az általunk ismert élőlények közül. Tehát ugye egy élőlénynek az ereje nem abban mutatkozik meg, hogy mit tud pusztítani. Látszólag most az ember tud a leghatékonyabban pusztítani. De ugyanakkor az ember pusztul ki a legkönnyebben, hogyha egy kis hiba csúszik a rendszerbe. Tehát akkor visszatérve Csernobilra, ugye rengeteg sugárzó anyag szabadult ki, ugye azt tanították, hogy magasabb rendű élet, értik itt az alatt a mélylepényes emlősöket, itt őz, szarvas, medve, stb., ilyenek tartósan nem maradhatnak meg a területen, hiszen olyan genetikai károsodást fognak szenvedni, amitől kipusztulnak. Szerencse, hogy ezek az állatok nem olvasták se a napi híreket, se a szakirodalmat, és innentől kezdve meglehetősen jól viselték a megemelkedett sugárzást. Az első betelepülő állatok között nagyon sok áldozat volt, aztán utána azok az állatok, amik már ott szaporodtak, és megmaradtok, azok láthatóan nem vettek tudomást róla, hogy nekik el kellett volna pusztulni a genetikai terhelés miatt, ugye a mutagén sugárzás terhelése miatt. Na most valahogy ugyanígy van az emberiséggel is. Hogyha egy embernek nagyon-nagyon kicsi az iskolai eredetű tudása, az gyanútlan oda költözik a legszennyezettebb területre, és jó eséllyel az utódai között lesz olyan, akinek már semmiféle kárt nem fog okozni a környezeti szennyezés. Akinek nagyon-nagyon nagy a tudása, és felül tudja bírálni az iskolai tananyagot, ő megint helyre fogja tudni tenni a dolgot, és jó eséllyel az utódai között lesznek túlélők, sikeres túlélők, akik boldog családi életet tudnak majd újrakezdeni a szennyezett területen. Az a gond, hogy az emberiség túlnyomó része a félművelt szintbe tartozik, magamat is ide sorolom, hogy tévedés ne essék, akinek nem elég kicsi a tájékozottsága ahhoz, hogy ne is halljon ezekről a részben műveszélyekről, viszont nem is akkora a tudásom vagy tudásunk, hogy felül tudnánk emelkedni az iskolai tananyagon. De ne féljünk, a magunk fajta félművelt embernek is a félműveltsége gyógyítható. Mert abban a pillanatban, amikor már nem a négy fal között a tévé vagy az internet képernyőjét bámulva kell rettegni azon, hogy mit hoz a jövő, hanem az már nem jövő, hanem a jelen, onnantól kezdve az ember más tudatállapotba kerül. És onnantól kezdve van rá esélyünk, hogy a félműveltségünket vagy eldobjuk, és úgymond teljesen műveletlenek leszünk, és itt a műveletlenséget, ezt a szó jó értelmében mondom, bár ezt a szót nem szoktuk jó értelemben használni. De hogyha félre művelik az emberi elméket, akkor ahhoz képest a műveletlenség az a gyógyulás első lépcsője. És utána a valódi tudást, azt maga az élet, a mindennapos teendők fogják meghatározni. Ugye azt tudjuk biztosan, hogy az életünknek két kapuja van. Ugye a születés, ahol beléptünk, és a halál, ahol kilépünk. Az, hogy mi volt a születésünk előtt, és mi lesz a halálunk után? Jó hírt kell mondjak, semmi közünk hozzá, de meg fogjuk tudni. Tehát, hogyha az ember azon aggódik, hogy mi lesz a halálom után, akkor elfelejtkezik a napi teendőiről. Tehát, hogyha tisztességgel, becsülettel végig küzdjük az életet, akkor azt a gondviselésre bízhatjuk nyugodtan, hogy mi lesz azután a bizonyos kapu után. Na és akkor mi az, amit a kezünkbe kell venni? Hát először is, ha ilyesmi bekövetkezne, nagyon fontos, hogy legyen a lakosság birtokában vetőmag. Honnan lehet vetőmagot szerezni? Hát a mindennapi táplálékunkból. Ugye most van a paradicsom befőzési időszaka. Hogyha valaki olyan paradicsom tövet talál, amit nem permetezett a gazda, mégis makkegészséges a levele, makkegészséges a termése, és még jó ízű is,
akkor nem kell, nem kell sajnálni a fáradtságot, ki kell kapirgálni a magokat belőle, kicsit kiáztatni, fél napig áztatja az ember, utána lecsorgatja, leszárítja, és el lehet tenni jövőre vetőmagnak. Lehet, hogy nem lesz hova vetni, de lehet, hogy igen. Tehát ezek apró dolgok, nyugodtan, ugye a mai élettel úgyis az a gond, hogy a szertartások hiányoznak az életünkből, nem csoda. Ugyanis azok, azok az intézmények, akik elméletileg arra hivatottak, hogy a lelkünket pallérozzák, azok az intézmények a történelem során lejáratták magukat. Tehát olyan hatalmi központokkal kötöttek alkut, ami miatt nem csoda, hogy megingott bennük a bizalmunk. Na most a szertartásokra viszont szükségünk van. Hit nélkül nem lehet élni. Na most hogy lehet a szertartásos, hittel átitatott életet újrakezdeni? Csak megbizonyosodással. Na most apró lépések, tehát az, hogyha az ember, ugye el szoktuk mondani étkezés előtt az asztali áldást, már aki elmondja. Most az asztali áldás sokak számára csak üres mondatok, és még a bűntudata növekszik, hogy a mondatot nem is tudja átérezni. Na most a bűntudat is nagyon veszélyes, ugyanis a bűntudat is lecsapolja az életerőt. A bűntudattól meg kell szabadulni. Nem úgy, hogy a lelkiismeretünket elhallgattatjuk, a lelkiismeretünk legyen folyamatosan bekapcsolva. A bűntudatot munkával, hétköznapi teremtő munkával lehet elhallgattatni. Hogyha hálát akarok adni a Jóistennek azért, hogy volt mit ennem, azt hogy lehet megtenni? A természet törvénye szerint, hogyha életet veszel el, akkor életlehetőséget kell cserében teremtened. Tehát, hogyha megeszem azt a növényt, megeszem azt a gyümölcsöt, hogy tudok az elvett életért, mert az a gyümölcs az élőlény. Hogy tudok cserébe életlehetőséget teremteni? Úgy, hogy a magjait kiveszem, félreteszem, és legalább a magjainak egy részét el fogom ültetni, vagy valakinek odaadom, aki majd elülteti. Igaz ez? Hány percem van egyébként előadásból? Sok. Jó. Majd lehet tiltakozni, ha már sok, amit mondok. Tehát, ugye a népmességben is találkozunk olyannal, hogy ugye a körtefa alatt elmegy a szorgalmas lány, aztán meg a lustalány, és a körtefa az könyörög, hogy rázd meg. És ugye a szorgalmas lány az megrázza, a lustalány az pedig félti a ruháját. Na most, hogyha a megoldásokat, a teremtés rendje által kínált megoldásokat meg akarjuk érteni, akkor hogyha elsétálunk egy gyümölcsfa alatt, és az a gyümölcsfa megkínál a termésével, és megkóstoltuk, és ízlett, józan paraszti ésszel, hogy tudunk köszönetet mondani annak a fának? Hát ha elmormolunk egy imát, lehet, hogy a fa érti. Véleményem szerint a fák azért, meg általában a növények érzékenyebb élőlények, mint mi vagyunk. Mert hogyha nem tudnak odébb szaladni a damilos fűkasza elől, akkor valamivel ellensúlyoznia kellett a teremtésnek ezt a tulajdonság hiányát. Tehát valószínűleg a növényeknek sokkal érzékenyebb a világ érzékelése, mint nekünk. Tehát lehet, hogy az a fa fogja hallani, hogy milyen rendes ez az ember, hogy elmormolt egy imát, de nekem nem biztos, hogy erre lenne szükségem. Józan pereszti ész alapján a fának arra lenne szüksége, ha ízlett a termése, azzal tudom neki megköszönni, hogy félreteszek annak a gyümölcsnek a magjaiból, és azoknak a magoknak legalább egy részét olyan helyre adom, ahol azt el fogják ültetni. Ha már földbe került, onnantól kezdve mondhatjuk, hogy a gondviselésre bízzuk, hogy lesz-e belőle fa, vagy nem. A gondviselés nem szabad megerőszakolni, tehát hogyha az a kis magonc, ami kinő belőle, az gombabetegségektől szenved, levéltetvektől szenved, akkor nem az a megoldás, hogy fogom a permetezőszert és életre erőszakolom, mert nem az a fa, nem az a kis facsemete az élőlény, akire tekintettel kell lennem, az élőlény az maga az élő táj. Az a táj vagy befogadta azt a kis magoncot, vagy nem. Ha tele van gombával és levéltetűvel, a táj nem fogadta be. Hogyha én permetezőszerrel életre erőszakolom az egyébként életképtelen facsemetét, akkor onnantól kezdve, nem biztos, hogy baj, de onnantól kezdve egy életen át nekem arról a fáról gondoskodni kell. Tehát, hogyha termőre fordul, nem hagyhatom abba a kezelését, hanem akkor azt a fát az bizony egy életen keresztül védeni kell a kórokozóktól és a kártevőktől.
hogyha az ember érzi, hogy ez az agyon vegyszerezett világ, ez nem helyes, akkor innentől kezdve álhumánumból, vagy ilyen álemberiességből nem szabad az életképtelen facsemetét permetezni. Hogyha az nem tudja magát fiatal korában megvédeni, az azt jelenti, hogy neki ott a továbbiakban nincsen helye. És hogyha megtudunk, tehát hogy mondjam, hogyha az elvesztett hitünket legalább részben tudjuk olyan szinten pótolni, hogy minden élőlénynek van ez a két kapu, ugye születés és a halál kapuja, akkor bízhatunk benne, hogy ugye a régi mondások szerint, aki meghalt, az visszatért a teremtőjéhez, vagy jobb létre szendőz, vagy nagyon sokféle ilyen mondás van. A legtöbb ilyen hagyományos mondásom, én nem is tudok olyan mondást, amiben azon a bizonyos második kapun való kilépésnél rosszabb várna minket, mint ami itt volt a sorunk. Ez nem azt jelenti, hogy sürgessük a második kapu eljövetelét, nem kell azt sürgetni, nyugodtak lehetünk, eljön mindenkinek, de annak a facsemetének is, hogyha nincs helye jelen pillanatban az élők sorában, nem szabad megerőszakolni a természetet, valószínűleg ő is jobb létre szenderül, és hogy mi lesz vele utána, azt bízzük a teremtőre, nem kell magunkra vállalni olyan feladatokat, amit nem tudunk aztán egy életen keresztül folytatni. Tehát az az ember vállalja csak azt, hogy növény, hogy mondjam, a kórokozókkal és kártevőkkel szemben nem ellenálló facsemetét gondozzon, aki annak a fának egy életen át tudja biztosítani ezt a gondozást. Na tehát visszatérve, ugye a fának úgy tudom megköszönni, hogy gyümölcsöt adott nekem, hogy a magját félreteszem és elültetem. Persze a szakemberképzés során megtanítják nekünk, hogy ez nem jó, mert a magancok azok elfajzanak. Ugye az elfajzás az azt jelenti, hogy nem ugyanolyan tulajdonságai lesznek, mint a szülő növénynek. Hát ez természetes, de hát a saját gyerekemre nem mondom, hogy elfajzott csak azért, mert nem az én másolatom. Hát az az élet velejárója, az életben egy valami, ami állandó, a változás. Tehát az, hogy az egymást követő nemzedékek változásukban is őrzik az azonosságukat, ez az életnek a csodája. Tehát az az almafa, annak az utódja is alma lesz, de nem tökéletesen ugyanolyan ízű lesz a gyümölcse, mint a szülőnövénynek. Az egyik kicsit jobban fog ízleni, másik kicsit kevésbé. Ennyi kockázatot megengedhetünk, és ennyi szabadságot az életnek meghagyhatunk. Tehát onnantól kezdve, hogyha a gyümölcsfa szaporításnál kizárólagossá vált az oltás, szemzés, dugványozás, tehát ugye gyökérsajnevés, stb., tehát a vegetatív szaporítás, amikor nem hagyjuk, hogy a fa átélje a gyümölcsöző szerelmet, mert hihető, én legalábbis úgy gondolom, hogy az a fa, amikor virágot bont tavasszal, akkor ő szerelmes. És amikor a méh hozza a virágport a másik fáról, akkor a szerelmet átéli. És amikor gyümölcsöt nevel az a fa, akkor az anyaságot átéli, és amikor valaki annak, az lehet egy madár, lehet egy ember, amikor annak a fának a magja termékeny talajba hull, akkor onnantól kezdve legalábbis én úgy hiszem, hogy az a fa, amiről az a mag származott, az tud róla, hogy melyik utódja maradt meg, és melyik nem, és érzi, hogy az utódja elkezdett növekedni, és ott a szülői létnek az örömét fogja átélni. Na most, hogyha úgy érezzük, hogy ezek az örömök minket megilletnek, akkor azok a növények, amik az életünk feltételeit jelentik, a gyümölcsfák például, akkor nekik is biztosítanunk kell az élet ilyenfajta teljességét. Hogyha csorbítjuk a szerelmi életében, vagy a szülői örömeiben a fákat, zöldségnövényeket, az állatokat, bármilyen házi állatot vagy termesztett növényt, akkor a saját sorsunkat is ugyanebbe az irányba tereljük. Na, tehát visszatérve, igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Na és akkor nézzük, hogy alapvetően kétféle szemlélet telepedett rá a társadalmunkra. Az egyik szemlélet, ami a hivatalos szemlélet is, amit a tankönyvekben, vagy akár a különböző filmekben és egyéb népszerű alkotásokban láthatunk, ezt egy szóval úgy mondanám, hogy múltgyalázás. Na most
a múlt, mondhatjuk, hogy a múltban gyökerezünk. Hogyha a gyökereket elpusztítjuk, akkor gyümölcsöt se fogunk hozni. Ugye a múltgyalázást ott tudjuk tetten érni, hogy például ugye a mezőgazdaság történetéről olvasunk, és ilyet írnak le a szerzők, hogy a tudatos nemesítés, ugye a korábbi évszázadokban, évezredekben is az emberek még válogatták a gyümölcsöt ízük szerint, meg színük szerint, de a tudatos nemesítés korszaka az csak a 16. században kezdődött el, vagy csak a római korban kezdődött el, teljesen mindegy, valamilyen történelmi korhoz fűzik a tudatos nemesítés kezdetét. Most ez múltgyalázás. Hogy miért? Az összes olyan háziasított állatunk, az összes olyan háziasított növényfajunk, aminek ma az élet lehetőségénket köszönhetjük, valamikor az írott történelem előtti korszakban vált az embernek ilyen szoros segítőtársává. Ugye az írott történelem korszakát néhány ezer évre tudjuk tenni. De az írott történelem korszakában teljesen mindegy, hogy mezopotámiai agyaktáblákat vagy miket ásunk elő, pár ezer évről beszélünk csak, és amikor a legelső írásos anyag a kezünkbe kerül, ott már a háziasított állatok, a háziasított növényfajok, azok már készen rendelkezésünkre állnak. Amikor Amerikát meghódítják az európai gyarmatosítók, azok a növények, amiket ma ugye egy jó gulyáslevesnél, vagy egy jó lecsónál, hát szinte kizárólag amerikai eredetű alapanyagokat használunk. Tehát ugye a kukoricát, a paradicsomot, a paprikát, a napraforgót, stb. Sorolhatnánk. Rengeteg sok kulcsfontosságú növényünk van, ami Amerikából származik. Az a helyzet, hogy egyiket se a gyarmatosítók nemesítették. Amikor a gyarmatosítók oda mentek, ezek már készen voltak. És milyen érdekes, hogy az Amerika történelmét is úgy festik nekünk, minthogyha ezek az indiánok, ezek ilyen fél állati létben, ilyen kőbaltával rohangáltak volna. És egyébként tévedés ne essék, attól, hogy valaki kőbaltával rohangál, az nem azt jelenti, hogy ő kevésbé értelmes, mint mi. Sőt, feltehetőleg, ha neki egy kőbalta is elég ahhoz, hogy életben maradjon, valószínűleg sokkal többet tud, mint mi. Mert ugye a mi korszakunkban az emberek többsége csak gombot tud nyomogatni. Ugye, hogyha az egérrel megfelelő helyre kattintgatok, akkor helyes lesz az adóbevallásom. És vagy kapok fizetést, vagy stb. Tehát az emberek többsége csak gombnyomogatáshoz ért. És ez a gombnyomogató korszak, hogyha lemeri nézni a kőbaltás korszakot, akkor végzetes önbecsapás áldozata lesz. Tehát azok az emberek, akiknek a műszaki környezete sokkal egyszerűbb volt, sokkal emberközelibb volt, mint a mi műszaki környezetünk, ezek sokkal nagyobb tudással kellett, hogy rendelkezzenek. Na, tehát visszatérve, ugye Amerikából készen kaptuk a növényeket, illetve Eurázsiából, amilyen növény ma termesztésben van, azokat is a múltból, az időtlen múltból, tehát az írott történelem előtti korszakból készen örököltük meg. Ezek után ismert történelmi korszakra ráfogni, hogy na, a tudatos nemesítés korszaka itt kezdődött, ez megint mondom, végzetes önbecsapás. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha egy írni, olvasni alig tudó ember beszabadulna a városi könyvtárba, és akkor ott elkezdeni levenni a polcot. Ugye megöli a könyvtárost, meg a ruhatárost, meg a biztonságért, és berendezkedik ott a könyvtárban. És először, ugye hát tél van, fázik, ugye fűt ott a könyvekkel, hogy mégse fázzon, és elkezdi lapozgatni a könyveket, és amiben képek vannak, hát azt nem égeti el, mert szereti nézegetni a képeket. Aztán egy idő után rájön, hogy jé, a szöveg is érdekes lett, és egyre ügyesebben olvas, és amikor már saját válogatást csinál, tehát kitép lapokat a könyvekből, és abból ragaszgat magának egy saját gyűjteményt, elnevezi a tudatos könyvkészítés korszak kezdetének. Ugye értjük, tehát a nemesítés, a növénynemesítő csak abból tud dolgozni, ami van. Ugye már meglévő fajtákat keresztezget, és akkor az utódokból, ami tetszik neki, azt utána felszaporítja, és utána piacra juttatja. Na most az a helyzet, hogy ez már csak egy meglévő tudásnak a lefölözése. Tehát vigyázzunk, mert a történelem szemléletünkben olyan csapda rejtőzik, ami eltakarja a szemünk elől az igazságot. Ugye amikor valaki a múltat magasztalja,
azt azzal szokták vádolni, hogy csak nem akarsz visszavinni minket az őskorba, vagy a középkorba. Nyugodtan meg lehet nyugtatni ilyenkor az embereket, hogy nem találtam még fel az időgépet, nem kell tőlem félni. Nem tudok senkit, ha akarnék, se tudnék senkit visszavinni a középkorba. De hogyha a középkorban valami sokkal jobban működött, mint a mai korban, azért azt az elemet nyugodtan igyekezhetnénk feltámasztani. Gondolok itt például az adóztatásra. Ugye a középkorban hogy adóztak az emberek? Ugye tized meg kilenced, tehát 20%-os általányadó volt, de nem pénzben kellett fizetni, hogyha búzát termeltem, akkor a búzának a 20%-át kellett beadnom, illetve volt valahány nap közmunka, amit természetesen, hogyha valaki ács volt, akkor nem ásadtak vele csatornát, és hogyha valaki kubikus volt, akkor nem küldték fel a tetőre. Tehát mindenki abban rótta le a közterheket, amivel foglalkozott. Ehhez képest a mai adórendszer milyen? Kényszerítik az embert arra, hogy először pénzé tegye a tudását. Tehát, hogyha én búzát tudok termelni, akkor kényszerítenek rá, hogy váltsam át azt a búzát pénzre, és aztán abban a pénzben fizessen be a közterheket. De hát bocsánat, nem vagyok pénzügyi szakember, akkor hogy kötelezhetnek erre? Tehát a mai adórendszer összehasonlíthatatlanul igazságtalanabb és embertelenebb, mint a sokat szidott középkori adórendszer. Mert olyanra kényszerítenek bennünket, amihez nem értünk. És nem is vagyunk kötelesek ahhoz érteni. Na, aztán a következő dolog. Milyennek szeretnénk látni? Ugye a jövőképpel, igaz, hogy nem a jövőkép sátorban vagyunk, de lehet egy kis áthallás. Tehát ahhoz, hogy az életünket rendes kerékvágásba tudjuk tenni, ahhoz szilárd jövőképpel kell rendelkeznünk. Na most a jövőkép az nem attól kell, hogy függjön, hogy most mit gondolunk megvalósíthatónak. Ugye a jövőkép az egy biztos pont, úgy is mondhatni, hogy egy tájékozódási pont. Ugye a rovarok, amikor repülnek az éjszakában, akkor a holdat vagy a csillagokat használják tájékozódási pontnak. Nem azért, mert a holdat akarják elérni, hanem mert minden élőlénynek az életében kell egy biztos pont, amihez viszonyítja saját magát és a saját elmozdulását. Na most ahhoz, hogy az életünket és a társadalmunk életét egészséges kerékvágásba tudjuk terelni, ahhoz kell, hogy rendelkezzünk egy olyan jövőképpel, ami nem biztos, hogy ma megvalósíthatónak tűnik, de ami a szívünk mélyén, amit a szívünk mélyén teljesen helyesnek érzünk. Na most én a saját jövőképemből szeretnék felvillantani egy-két dolgot. Ugye a 20. században nagyon sok kísérlet volt arra, hogy a származásbeli különbségből eredő összetűzéseket kezeljék. Ugye voltak lakosságcserék, ami félig meddig önkéntes alapon volt, voltak erőszakos telepítések, voltak félbemaradt telepítési kísérletek, de mindenképpen ugye a 20. század nagy kísérlete az volt, hogy hogy lehet etnikailag, néprajzilag egységes területeket létrehozni, hogy az összetűzésnek a valószínűségét csökkentsük. Természetesen nem mindenkit a jó indulat vezérelt, volt olyan is, aki tudta, hogy ez végrehajthatatlan, viszont miközben próbálkoznak vele, a közben akkora ellentéteket lehet szítani, amiből évtizedeken keresztül lehet utána meg lehet élni egy bizonyos élősködő életforma segítségével. Tehát a 20. század nagy kísérlete, ugye az egységes, nemzetileg, etnikailag vagy fajilag egységes területek létrehozása, ez csúfos kudarcot szenvedett. Na most innentől kezdve akkor a jövőkében nem akarom kárhoztatni azokat, akik ezzel megpróbálkoztak, mert az ő tudásuk és az akkori korszellem szerint ez jó megoldásnak tűnhetett. Ma viszont látjuk, hogy ez nem kivitelezhető, legalábbis az én tudásom szerint nem kivitelezhető, és nem is feltétlenül kívánatos. Viszont, hogyha a jövő állama kiköti magának azt, hogy származási kérdésekkel nem hajlandó foglalkozni, se valaki származása mellett, se az ellen, tehát a származásból senkinek nem lehet se előnye, se hátránya, mindenkit a munkája alapján, a hétköznapi tettei alapján ítélünk meg, akkor innentől kezdve számomra ez egy vállalható jövőkép, ezért érdemes küzdeni.
ugyanis a származási kérdések azok úgyis a hétköznapi élet során fognak eldőlni, hogy kit, hova húz a szíve. És a másik dolog, hogyha a származási alapon akarjuk kiszűrni közülünk a beépült elemeket, meg ilyesmi, nem fog sikerülni. Ugyanis külső jegyek és egyéb felületes dolgok könnyen utánozhatóak. Az utánozhatóság pedig azt jelenti, hogy a védekező rendszer átverhető. Mi az, ami könnyen utánozható? Utánozható a viselet, utánozható a hanghordozás, a szóhasználat, sőt, ma az ügyes sminkesek világában még az arcvonások is utánozhatóak. Mi az, ami nem utánozható? Az életmű. Tehát, hogyha egy közösség vezetőt akar választani magának, csak olyan embert érdemes, akinek a teljes életútját ismerjük. Aki közöttünk nőtt fel, akiről tudjuk, hogy milyen volt jó kedvében, milyen volt rossz kedvében, sokféle élethelyzetben láttuk már, és egy élet munkájával bizonyította, hogy az élet mely területén bízhatunk meg benne, és mely területén nem bízhatunk meg benne. És itt a következő fogalom az a bizalom fogalma. Ugye olyan, hogy feltétlen bizalom, olyan nincsen. Hát a bizalomnak mindenképpen feltétele van. Ugyanaz, mint a feltétlen szeretet. A feltétlen szeretet, hogyha nem tudjuk ezt érezni, akkor bűntudat ébred a lelkünkben. Most az a helyzet, hogy a feltétlen szeretet az nem emberi szint. Hogyha valakinek ez nem sikerül, ne legyen emiatt bűntudata. Mi, emberek, nyugodtan feltételekhez köthetjük a szeretetet. Ugyanúgy a bizalmat is nyugodtan feltételekhez köthetjük. Ugye, és nincs olyan ember, akiben az élet minden területén meg lehet bízni. Ugyanis az az ember, aki mindig igazat mond, mindig betartja a szavát, mindig becsületes, stb., azt hihetnénk, hogy az élet minden területén megbízható. De van olyan, hogy túl jó ember, és az ellenséget beengedi. Akkor is beengedi, hogyha tudja, hogy ellenség, mert annyira jótét lélek, hogy szíve mélyén reméli, hogy majd ha az ellenséget beengedjük a legbelsőbb köreinkbe, akkor ő ott meglátja azt a viselkedés mintát, amit mi a sajátunknak vallunk, és átveszi tőlünk. Az a helyzet, hogy nem minden ember képes átvenni azt a viselkedés mintát, amit mi magyar erkölcsnek nevezünk. Tehát még a legbecsületesebb ember is lehet veszélyforrás azáltal, hogy túl jó. Tehát senkiben sem lehet az élet minden területén megbízni. Ez természetes. Viszont az, hogy kiben milyen téren lehet megbízni, ezt tudnunk kell egymásról. Ahhoz, hogy ütőképes közösséget szervezünk, ahhoz a vezetőinkről tudni kell, hogy mik az ő gyenge pontjai, az életnek mely területét nem szabad rábízni. És mi az, amit pedig nyugodtan rábízhatunk? Most ehhez személyes ismerességgel és folyamatos jelenlétet, hogyha valaki vezet egy közösséget, annak az embernek folyamatosan részt kell vennie a közösség munkájában. Együtt sorsközösséget kell vállalnia azzal a társasággal, akit vezet. Na most ez azt jelenti, hogy adott esetben lehet, hogy neki is ki kell menni lapátolni, ki kell menni csákányozni, és hogyha erre nem képes, és ennek ellenére bíznak benne az emberek, akkor ő az élet valami más területén úgy látszik ezt ellensúlyozta. De hogyha valakiben meginog a közösség bizalma, akkor a bizalom megingását azt komolyan kell venni, akkor az illető mellé olyan segítőket kell adni, aki helyre tudja őt pofozni. Most lehet, hogy ez egy kicsit homályosan hangzik, de hogy egyszerűbben fogalmazzak, hogyha meg akarjuk akadályozni azt, hogy ejtőernyősök kerüljenek közénk, és egy nagyon-nagyon, valamilyen nagyon jó folyamatot kisiklassanak, akkor abban a közösségben nem szabad semmiféle vezető pozíciókat osztani, nem szabad senkit kinevezni, nem szabad utánozható jelképeket használni, nem szabad könnyen kiismerhető rangjelzéseket használni. Tehát a közösség szerkezete a kívülálló számára legyen láthatatlan. Csak annak szabad a közösségben kiigazodni, aki azzal a közösséggel együtt szüretel, együtt megy ki kapálni, együtt mennek el bográcsolni, adott esetben együtt mennek el megvédeni valamelyiküket, hogyha szorongatatásban van. Tehát lényeg az, hogy jelenleg
a háttérhatalomnak nevezett életellenes erő, az minden közösségi megmozdulást igyekszik szétzúzni. Ugye, oszd meg és uralkodj, de ő már uralkodni se akar, megelégszik azzal, hogy megosztja a közösségeket. Csak azt a közösséget lehet megosztani, amelyiknek a szerkezete kívülről átlátható. És mondom, a jelképek használata, a sajátos szóhasználat, a titkos köszönés, meg egyéb ilyen dolgok, ezek mind-mind láthatóvá teszik, és kiismerhetővé, minden, ami titkos, az sajnos kiismerhetővé teszi a közösségeinket. Ugyanis az a bizonyos háttérhatalom, az kifejezetten arra képezte magát több ezer éven keresztül, hogy a titkot kiszagolja. És ahol titok van, oda elhelyezi az ügynöket, és a titkot hamarabb fogja megérteni, mint az, akinek az orrára kötik szándékosan. Hogy lehet kibabrálni ezzel a háttérhatalommal? Úgy, hogy mellőzzük a titkolózást. Tehát a felkészülés időszakának azt nevezem, hogy jelen pillanatban még nem tudjuk a kezünkbe venni a saját országunkat. Mert jelen pillanatban se a jogrend, se a választásrendje, stb. Nem teszik lehetővé, hogy a saját kezünkbe vegyük a hatalmat. Ez azt jelenti, hogy most nem is kell vele különösebben próbálkozni, most a felkészülés időszaka van. A felkészülés időszaka az azt jelenti, hogy most kell, hogy kiismerjük egymást. Hogyha eljön az idő, hogy a saját országunk legyen végre a saját hazánk, hogy mondjam, tehát a kettő egybeessen, tehát ha eljön a mi időnk, akkor már pontosan tudjuk, hogy hol vannak azok a szervezett erők, amire lehet támaszkodni. De hogyha titkolózunk, a titok szagára megy az ellenség, és oda teszi az ügynököt. A felkészülés időszakában nincs titkolnivalónk. Ugyanis a felkészülés az arról szól, hogy legyél nyílt, legyél becsületes, legyél szorgalmas, tested, lelked, szellemed legyen edzett. Na most ezt nehéz utánozni. Tehát az, hogy valaki egészséges életmódot éljen, és hogyha valahol kétkezi munka van, akkor ő is oda menjen, és reggeltől estig ott izzadjon a többiekkel, ezt nem lehet utánozni, ezt csak szívvel, lélekkel lehet csinálni. Tehát a felkészülés időszakában nem kell titkolóznunk, és hogyha egy közösség, és nem kell olyan, bocsánat, miért nem kell titkolóznunk? Mert a felkészülés időszakában semmi olyan célt nem kell kitűzni, amit titkolnunk kellene. Az ellenség úgyse hiszi el, hogy nincs titkolnivalónk, és titkot fog keresni ott, ahol nincs. Na most ilyenkor lép be az autoimmun betegség az ellenségnél. Ugyanis a védekező rendszer sejtjeinek, ha nem adunk munkát, akkor az a szervezet ellen fordul. Na most az elnyomó rendszer ugye iszonyatos nagyra duzzasztott besugó hálózatot és kémhálózatot működtet. Hogyha ez a besugó hálózat és kémhálózat munkanélkül marad, akkor előbb-utóbb meghasonlik, és a saját kenyéradó gazdái ellen fog támadni. Ez természeti, úgy is mondhatnám, tapasztalati törvény. Tehát a felkészülés időszakában nincs mit titkolnunk. Ha pedig eljön a mi időnk, akkor meg nem is lesz szükségünk arra, hogy titkolózzunk, ugyanis az ellenség hatalma az egyre nagyobb mértékben a virtualitásban van. És szándékosan mondok idegen kifejezést, nem is biztos, hogy ezt le kell magyarra fordítani. Ugye a pénzügyi hatalom a számítógépeken van. Hogyha eljön a mi időnk, lehet, hogy azt onnan fogjuk tudni, hogy egyszer csak összeomlott a teljes számítógépes nyilvántartó rendszer. Onnantól kezdve, hogyha összeomlik, akkor az, hogy egy település határában kinek a nevére van bejegyezve az a föld, az teljesen mindegy lesz. A föld azé lesz, aki megműveli, a mag azé lesz, aki megtermeli, és aki meg tudja védeni. Tehát onnantól kezdve azok lesznek a nyertesek, akik az életerőt meg tudják őrizni. Mert mondom, az ellenség a bunkereiben és egyebekben el tud rejteni mikrohullámi tömegoszlató fegyvertől kezdve mindenfélét. Tehát az ellenség a fegyverzetét tekintve összehasonlíthatatlanul fejlettebb, mint mi. Viszont van valami, amit titkolózás nélkül mi megőrizhetünk, ő pedig el fogja veszíteni. És ez, mondom, az életkedv. Az, hogy bármilyen sanyarú körülmények jöhetnek, bármilyen természeti csapás jöhet, hogyha szilárdan hiszünk abba, hogy a Jóisten nem véletlenül tett bennünket erre a világra, hogyha kilépünk a halál kapuján, akkor ott a szeretteink fognak várni, vagy maga a Teremtő fog várni, akkor ugyan mitől féljünk? Egy valamitől félhetünk,
hogyha megbotlunk, és nem teljesítjük itt a feladatunkat, és a becsület útját nem tudjuk járni. De ezt a félelmet pedig kemény munkával kordában lehet tartani. Tehát nem a haláltól kell félni, hanem az életet kell tisztességgel űzni. És azok az emberek, akik jelen pillanatban a hatalmat bitorolják, azoknak az embereknek nagyon pontosan tudjuk, hogy mi a gyengéje. Mondom, nincs ez a fegyverzet, amiben versenyre kelhetnénk velük, viszont van egy nagyon-nagyon fontos dolog, nem hisznek se a túlvilági létben, nem hisznek a természet bölcsességében sem, és nem hisznek a teremtés jóságában. Pusztán azokban a dolgokban nem hisznek, ami az embernek életerőt ad. És ugye az embernek, ugye magától a teremtőtől hihetünk benne, legalábbis én hiszek benne, hogy sokkal nagyobb erőt kapunk, mint amennyit akármennyi atomerőmű tud termelni. Tehát a hitünket és az életerőnket őrizzük, ez a felkészülés időszakának a legfontosabb feladata, és aki harcművészettel őrzi, az jól teszi, tegye úgy. Aki faültetéssel végzi, az jól teszi, tegye úgy. Aki a népdalokat, a népi ingeket gondozza, őrzi, újra teremti, az tegye úgy. Tehát mindenki a tehetségéhez mérten őrizze mindazt a kincset, amit az elődeink ránk hagytak. A felkészülés időszakának ez a lényege, hogy mindenkinek csak nagyon pici felelőssége van, de azt a nagyon kicsi dolgot, azt őrizzük. És utána a gondviselésre bízzuk azt, hogy amikor eljön a mi időnk, akkor pontosan fogjuk tudni, hogy mikor, kinek, mit kell csinálni. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy történetet. Ugye valamelyik indián rezervátumban, hogy egy fehér tudós ember ugye, eltöltött valamennyi időt megfigyelőként. És hát ugye az indiánok se, hogy mondjam, ők sem mentesek az emberi gyarlóságoktól, hát előfordult, hogy az egyik indián férfi megölte a másikat. És hát összegyűltek a törzs bölcsei, és megengedték ennek a fehér embernek is, hogy részt vegyen a tanácskozásban. És hát mentek körbe a kérdések, hogy mi történt, hogy történt, mi volt a gyilkosság előzménye, és aztán egyszer csak kifogytak a jelenlévők a kérdésekből. És akkor az ülést berekesztették. És akkor kérdezte a nagy fehér tudós, hogy mi volt az ítélet, lemaradtam róla. És akkor mondták neki, hogy nem volt ítélet. És akkor mi lesz, mikor lesz a tárgyalás folytatása? Nem lesz folytatás. És ezt nem értette, de hát hogy? Hát itt emberülés történt. Hát mi az, hogy nincs ítélet és nem lesz folytatás? Hát már mindenki tud mindent. És ez az, amit a háttérhatalom nem ért. Hogy mi az, hogy nem kell megszervezni, tehát hogyha mindenki rá tud hangolódni a természet törvényére, akkor nem kell központilag megmondani, hogy a gyilkosnak mi legyen a sorsa, mert a sorsát nem fogja elkerülni. És történetesen ebben az indián történetben az volt a gyilkosnak a sorsa, senki nem mondta meg neki, pontosan tudta, hogy ha nem akarja, hogy agyonverjék, akkor egész életén át a megkárosított családnak, ahol ugye a családapát megölte, önkéntes rabszolgája lett annak a családnak. Minden pénz, amit keresett, minden munkaóra, amit el tudott tölteni, azt arra a családra áldozta, akit megfosztott a családfőtől. És ezt nem kellett senkinek elmondani, ezt ő tudta magától, hogy ez a dolga. Tehát ez a lényeg. A felkészülés időszakában nekünk arra, ugye mi a legfontosabb megoldás? Hát a teremtés rendjére ráhangolódni. A teremtés rendjére pedig akkor tudunk ráhangolódni, hogyha testünket, lelkünket, szellemünket folyamatosan az egészség irányába tereljük. Tehát edzetnek kell lenni testileg is, edzetnek kell lenni az érzelemvilágunknak is, és edzetnek kell lenni a gondolkodásunknak is. És nem kell ilyeneket elhinni, hogy az elme az a sátán birodalma. Hát persze, hogyha az elme az test és lélek nélkül van, akkor lehet a sátán birodalma, de hogyha az elme az tökéletes összhangban van a lélekkel és a testtel, akkor az nem a sátán birodalma, hanem az a jóistennek a háza. Tehát onnantól kezdve, hogyha valamit a Jóisten alkotott, a testünket, a lelkünket, a szellemünket a Jóisten alkotta. Bármelyiket ezek közül valaki gyalázza, az Isten káromlást követ el. Tehát ugye a megoldást fogjuk tudni. Most a megoldáshoz vezető úton vagyunk. És a megoldáshoz vezető úton, mondom, az a legfontosabb, hogy amit ránk bízott az élet, legyen ez a saját testünk, legyen ez a házastársunk, gyermekeink, stb. Amit ránk bízott az élet, az a mi felelősségünknek a köre.
És azt, hogy melyikünkből lesz majd nagy vezér, azt majd az élet kihozza. Ugye nekünk nem az a dolgunk, hogy kiválasszuk a vezért, hanem hogy megkovácsoljuk azt a kardot, amit majd a vezér forgatni fog. Nem én találtam ki ezt a mondást, mindenki nézzen utána, hogy kitől származik az idézet. Nem viccből mondom, hogy nyugodtan utána lehet nézni. És akkor a magyar alkotmányt szeretném összefoglalni egy mondatban, és utána, ha van kérdés, átadom a helyet a kérdéseknek. Ugye minden jogrendnek olyan egyszerűnek kellene lenni, hogy az átlag ember meg tudja jegyezni. Ugye ilyen a KRESZ például, hát hogyha a KRESZ olyan bonyolult lenne, hogy nem tudjuk megjegyezni, akkor sokkal több közlekedési baleset lenne, mint most. Na most a társadalom működését biztosító BTK meg PTK meg egyéb, azoknak is olyan egyszerűnek kellene lenni, mint a KRESZ-nek, hogy bármelyikünk itt most el tudja mondani, hogy mik a jogaink és mik a kötelességeink. De nem ilyen. Még a jogászok se tudják, mert olyan gyakran módosítják, és akkora szövegről van szó. Az Esszénus békeevangéliumban van egy ilyen mondat, ugye, amit ebben a könyvben ugye Krisztusnak tulajdonít a szerző, hogy minél közelebb van a törvény Istenhez, annál kevesebb kell belőle, és minél távolabb van Istentől, annál több kell belőle. És ugye az Esszénus békeevangéliumban, ugye Jézus arra hivatkozik, hogy ugye a farizeusok törvénye az megszámlálhatatlan. Ugye Mózesnek 10 törvénye volt, az angyaloknak 3 törvénye volt, az Istennek meg csak egyetlen egy. Na most nem az Esszénus békeevangéliumról szeretnék beszélni, az könnyen elérhető, mindenki meg tudja szerezni és el tudja olvasni, érdemes elolvasni. Nem a magyar hagyomány, de nagyon sok áthallás van, és nagyon sok érintkezési pont van az Esszénus evangélium és a magyar hagyomány között. Tehát én a magyar alkotmányt szeretném leegyszerűsíteni egyetlen egy mondatra. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.